Hello mindenkinek, ez itt a Games Crew, én Gór vagyok, üdvözlök mindenkit ismét itt a Minecraft Hexit sorozatunkban. Éppen ott tartottunk, hogy dizájnoljuk ezt a kis házat, ami van nekünk, úgyhogy azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy itt középen el kéne húzni még egy csíkot szerintem, ha már itt is az van. Szerintem tegyünk is így. És aztán nem tudom, hogy igazából milyen kommentek fognak jönni arra, hogy mennyire tetszik, de igazából, ja, nem is nagyon érdekelne, mert nem, ne haragudjatok érte, nem sértésből mondom, csak azt szerintem az előző részben is elmondtam, hogy igazából én most itt elszórakozgatok, nekem így valamelyes tetszik, úgyhogy, ja, azért csinálom ezt, szóval, és tényleg nyugi van, meg minden, szóval úgyis jön majd harc a kövi részben, most már tudkó. Szóval nyugodjon le mindenki a francba! Háj! Hoppá! What the fuck? Basszus kulcs! Jaj már! Mit csinálok? Mi van velem? Nem hiszem el. És kifogytunk a zöldből? Na jó, mi pont van itt egy. De van nálunk sapling, úgyhogy termesztünk egy kicsikét. Úgyhogy nincs nagy baj. Valahogy így, igen. Egy, kettő, jó. Oké, és most én itt most valószínűleg gyorsítottam egyet, hogy nektek ne kelljen végig szenvedni ezt a sok favágást. És akkor... Viszont ez a kis üvegrendszer nem nagyon tetszik, hogy majd azzal is valamit kezdenünk kéne. Majd kitaláljuk azt is, hogy ott mi legyen. Minden esetre itt is folytatjuk tovább ezt a kis díszcsíkot, úgymond. És akkor készítünk egy jó párat ebből. Ezt a vult eldobjuk. Igen. És azt kéne kitalálni, hogy milyen magasra legyen a következő csík ebből. 2, 3, 1, 2, 3. Azt sem tudom. És én azon gondolkodom igazából, jó lenne, ha nem követne engem az, oké. Hogy lehet, hogy megfelelő lenne erre a célra ez a húksát. Mindjárt kiderül, pár dolgot leteszek, ami most itt tényleg nem kéne. Jó. Húksát. Megnézzük, hogy bár gond az, hogy lehet, hogy miközben ez nálunk van, nem biztos, hogy tudunk eszközöket használni. Mindjárt kiderül. Hát nem megy, mert ez pont tökre útban van. De megy. De... Nem túl előnyös az annyi szent, úgyhogy... Máshogy fogjuk ezt megcsinálni. 1, 2, 3... 4, 1, 2... Egy, kettő, három, egy, kettő. És egyel feljebb. Ez hülye? Egy, kettő, három, és egyel feljebb. Jó. Tehát gyakorlatilag akkor itt kell kiütnünk ezeket a szinteket. És akkor ide berakjuk ezeket. Amúgy azon gondolkodom, hogy ezt bent is megcsináltuk volna szerintem belülről. Ja,
valószínűleg sokkal könnyebb lett volna. Vagy nem. Nem igazából, nem, ezt most csak sajnos így tudjuk megcsinálni. Mennyi plusz melót csináltam magamnak, ugye? Na jó, körbeépítem szerintem először ezzel a... Nem a zöld fát kéne erre használni. Körbeépítem ilyen kis állvánnyal, hogy meg tudjuk csinálni akkor rendesen ezt a kis feladatocskát. Ezt már most megcsinálom. Jó, hogyha minden igaz, ezt is felgyorsítottam most, hogy nektek ne kelljen ezzel szenvedni. És hogy ez sem néz ki túlságosan rosszul, csináltam neki ilyen kis állványt. Lehet, hogy még ezt meg is tartom. Majd kiderül. Megnézem majd messzebb, hogy messzebbről hogyan néz ki igazából ez a dolog. De minden esetre először végre tegyük be ezeket a kis dolgokat, amiket szerettünk volna. Szerintem előbb akkor körbe ásom, úgymond. És akkor majd... Még egy? Még egy. Na, kész, tegyük fel. Mostanában sokat kapunk, sokat küldenek nekünk az égiek. XP forrást. Jó. Nem, ez már túlságosan furcsa lenne neki szerintem. Nem is, nekem tetszik, megtartom. Szerintem. Csak az a helyzet, hogy akkor az valami más színű fával kéne, de tetszik az, hogy az ott körbe van téve, és még azt lehetne csinálni, hogy mikor négy sarkánra teszünk ilyen kerítés, oszlopszerű akármit, és a legtetején pedig lenne cserépből ilyen kis cuccos. Cserép? Na, tető. Ezen gondolkodom most. Úgyhogy... És vagy oszlopok lehetnének ott alatta. Ez tetszik, ezt megtartom, oké? Ezt megtartom szerintem. Csak viszont akkor... Ezt a berakás, ez rossz helyen van. Szerintem magasabbra kéne tenni. Szerintem, ja. Igen. És ugye azt is át fogjuk majd építeni. Most nagyon belemerültem ebbe, megint ebbe a kis lakásfelújításos dologba. Szóval ezt rossz helyen ütöttem ki. Szóval ez a fa, ez itt marad. Igazság szerint. És akkor feljebb építem a zöld fa berakást. Mert így nem... Mert ha meghagyom itt ezt, ugye. Hogyha meghagyom itt ezt a kis állványt, akkor viszont nem látszik tőle rendesen az a zöld fa. Úgyhogy ezt így visszatesszük, és akkor magasabbra tesszük ezt a zöld cuccoskát. Jó. És akkor ezt a zöld részt itt, ezt az állványt is, zöld állványt részt is kicseréljük majd másra. Méghozzá most rögtön. Arra gondoltam, hogy akár még ez is lehet a más színű. Nem tudom, nem vagyok benne biztos, nem mindegy. Úgyhogy ezt most itt egyelőre azért leszedjük. Uva, jó sok zöldet használtam itt. Aha.
kéne még sima fa. Mert ezért az is fogyóban van már, ahogy elnézem. És nem ártana egy kis hely is. Szóval, hogy hova tudjam tenni. És hogy tudjam hova tenni, na. Beszélni tudok, igen. Jó, a csontokat letesszük. Ezt is letesszük, ezt letesszük így most ide. Eszközt letesszük ide. Ezt letesszük ide. Ezt letesszük ide. És akkor már is van helyünk. Jaj, kikapag ilyenkor. Ez érdekes volt, na mindegy. Jaj, nem már. Jó, hogy innen le lehet szedni, ez tökre tetszik. Nos, végre folytassuk akkor tovább a faberakásunkkal. Méghozzá ott tartottunk, hogy ezt itt éppen visszatesszük. A rendes fát ide. Rendes fát, úgymond. Jaj, de idegesítesz, te meg mit csinálsz itt? Tényleg eléggé tetszik nekem ez az erős íj. Mert szó szerint erős. Hasznos. Jó, most már ha minden igaz. Jó, megvan az állvány ez a része. Azon gondolkodom, hogy vajon felgyorsítsam-e. Ja, szerintem felfogom. Minden esetre, hogy még kitalálom, hogy milyen magasan legyen. Talán felülről is három szintet kéne leszámolni. Hogyha alulról 1-2-3. Szinten van ez a csík, akkor felülről 1-2-3. Negyedik szinten kéne. Szerintem. Majd mindjárt kiderül. Na, gyerünk már. Akkor felülről 1-2-3 és felülről is a negyedik szinten kéne ezzel bíbelődni. És hogyha minden igaz, akkor itt is csinálok egy olyat, hogy itt lefordul majd. 1-2-2-t megy majd le. 1-2-3, 1-2, 1-2-3 és 1-2. Hogy azért tényleg legyen már valami szimmetriaszerű akármi. És akkor ez így fog működni ezen az oldalon, de akkor azt lehetne csinálni, hogy akkor a másik oldalon is kéne lenni egy ilyen kis mintának. Azt hiszem. Lehet, hogy majd lesz a másik oldalt is. De most gyorsítok egyet szerintem. Jó, úgy tűnik, hogy megvagyunk. Már csak annyit kéne tenni, hogy el kéne döntenem. Fura, picit fura. De nem rossz annyira, szerintem. Elmegy. Na most azt kell kitalálnom, hogy milyen oszlop tartsa meg ezt itt oldalt. Ilyen sima fa legyen az oszlop, vagy kerítés? Ez itt a kérdés. Legyen csak ennyi? Jó, szerintem ilyen lesz. Fából lesz. De vajon ilyen legyen? Vagy legyen ilyen esetleg? Vagy zöld színű is lehetne akár már az is? Talán. Vagy akár... Arra gondoltam, hogy lehetne ilyen. De most meg azon gondolkodom, hogy lehet ilyen Oakwood, csak akkor abból a zöld fajtából, ami azt jelenti, hogy megint, mert ugyebár az összeset átalakítottam már ilyen sima fel, ja nem, van még itt, jó, akkor nézzük meg, hogy ez hogy néz ki. Mert igazából erre gondoltam, hogy ez nem lenne rossz ötlet szerintem, hogyha egy ilyet tennénk ide. Na,
Nekem tetszik. Szerintem ez lesz. Viszont nem ússzuk meg azt, hogy megint termesztenünk kell akkor ilyen fa típust. Ez a nagy helyzet. Úgyhogy akkor már ezt el is kezdem megint, és akkor megint fogok valószínűleg gyorsítani egyet. Egy idő után már tudom, az is valószínűleg unalmas. Úgyhogy majd megpróbálok odafigyelni. Onnan nem kellett volna kiszednem a sima deszkát, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehetnénk oda gyémántot. Mert ilyen rohadt gazdagok vagyunk, nem? Miért ne? Majd kitaláljuk. Vagy illetve majd eldöntjük. Mit akartam? Ja igen, saplingek. Gyakorlatilag egy elég, és akkor megint elő kell vennünk a bombileket. És miért van folyton ilyen kevés helyem? Van nálam egy csomó ilyen hülyeség. Nos. Nos hát. Oké, akkor csináljunk fát. Nem így. Mi ütött belém? Hát így. Na jó, szerintem egyelőre ennyi elég, majd aztán kiderül, hogy gyakorlatilag tényleg elége, vagy sem. Jaj, én nem tudok felugrani. Mindegy, később felugrok. Most egyelőre az alsókat intézzük el, hogy meglegyenek. Így. Így valahogy. Jó, itt fel tudok ugrani. Oké. Ezt levesszük. Hogy ne zavarjon. Most, hogy ez milyen magas lesz, azt még nem tudom. Majd kiderül. De egyelőre... Na jó, egyelőre azt fogom csinálni, hogy jó magasra építem. Valahogy így, azt akkor majd meglátjuk, hogy... valójában milyen magasnak kell lennie, mert ugye azt fogom csinálni, hogy akkor ennek az oszlopszerű akárminek a tetejére fogok csinálni egy ilyen kis tetőt a tetejére. Így cseréből vagy nem tudom. Minden esetben, mert itt még lesz egy szint, az biztos. És akkor úgyhogy ezért csinálom nagyra. Gond az, hogy már fogyóban van az anyag. Fel is veszük a cloud boots-ot szerintem. És akkor rakunk ide is egy keveset. Jó, egyelőre így, aztán majd kitaláljuk, hogy pontosan mekkorára is szeretnénk csinálni majd a tetejét.
Hol a Cloud Boots-om? Ja, ott van. Megnézem az eléről, hogy azért hogy néz ki. És akkor majd az lesz, hogy ott lesz még egy szint, tehát lesz még egy ilyen cucc, állványszerű, akármi, nem tudom. És akkor majd a következő szinten pedig lesz szerintem egy ilyen cserepes tető szerkezet. Azt hiszem, hogy ne legyen. Hogy legyen igazából, most azon gondolkodom. De jó lesz az úgy. Azért csekkoljunk egy időt, hogy kíváncsiságból. Most a helyzet az, hogy idő szerint, az én időm szerint már lejárt az idő, de gyakorlatilag volt egy pár gyorsítás a játékban, úgyhogy szerintem valószínűleg még egy pár percig még biztosan van. Úgyhogy addig is abban a pár percben szerintem azért tovább építjük a kis házikunkat, és akkor ilyen 5 perc után most már tényleg leállítom a felvételt. Szerintem. Azt hiszem. Ez a cucc amúgy az érdekes, amit felvettünk. Barely similar to wet it grows into wine. Olyan hasonló, mint a búza. Úgyhogy gyakorlatilag ezt is farmolhatnánk. Igazából. Majd meggondoljuk ezt is. Kajánk van. És akkor az lesz, hogy tovább építjük itt ezt. És akkor 1, 2, 3, 4, 5, és a hatodiknál lesz az, hogy sima fával. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Ja nem, ez már túl magas. Egy, kettő, három, négy, öt, és az ott a hatodik, amin így kell tovább építkeznünk, hogyha jól tudom. Milyen pont nem érek el oda? Úgyhogy minden igaz, megnézem, hogy itt hogy alkalmaztuk a dolgot. Egy, kettő, három, négy, és az ötödiken volt a plafon. Úgyhogy ez még mindig magas. Nem kell, hogy ilyen magas legyen szerintem. Vagy igen? Mégis most miért lehetne ez ilyen magasabb? Ah, ne. Nem kell. Nem kell magasabbnak lennie. A végén még olyan magas cuccot építünk, mint az ott. Jó. Akkor ez... Fuck! S leesek! Jaj. Mehetünk fel megint. Basszus, és megint leesek. El se hiszem. Na jó, ez nem sokára kész lesz, és szerintem ezt most már tényleg a következő részre hagyjuk. És, ja, ne haragudjatok, srácok! Ugye, azt hittem, hogy a következő részben már tényleg az lesz, hogy megyünk azt a verekszünk a mobokkal, de... Ahogy elnézem, de a következő részben most már szerintem tényleg be fogjuk fejezni a házikót. Úgyhogy szerintem, hogy ez az követőben most már tényleg lesz egy kis harc is, úgyhogy ezúttal megköszönöm a figyelmet, örülök, hogy most is, illetve ezúttal is velem tartottatok, és türelemmel várjátok az izgalmasabb epizódokat is, úgyhogy, ja, ez itt a Games Crew, én Gor vagyok, lájkozz, iratkozz, sziasztok! Always hyping up the crowd, always holding my team down. If you fall, then get up and go another round. I'll be on my way, tell my haters I'll be back soon. City on the map soon, tell them where you at, dude. Always hyping up the crowd, always holding my team down. If you fall.